utolsó napja a farsangnak, tehát most még lehet egy ilyen vidámabb témát hozni. Ez pedig a koncertek, szalonoknak a világa és azoknak a belső kulisszatitkai, amiket itten Alex majd elmondja, mert ugye ő a másik oldalról is látja. Mi ülünk a nézőtéren és rácsodálkozunk, mikor a zongoraművész előad, de hogy emögött milyen gondok, bajok vannak, és ezek hogy alakultak ki, és hogy ki hogy koncertezett, és milyen koncertek voltak, meg milyen szalonok voltak, azokból egy rövid ízelítőt adnánk, Liszt Ferenc. Hihetetlen profizmussal tudott koncertezni, sőt, nagyon sok minden, ami ma már teljesen természetes egy koncertnél, az ő alakította ki. Tehát a ruházat, a megjelenés, az, hogy sztár alűrök kapcsolnak ehhez. Tehát, hogy mikor mielőtt Liszt valóban megérkezett volna egy koncertre, már előtte ott előkészítették a reklámot, lehetett kapni Liszt hajtincseket. Szerintem annyi hajtincset eladtak, hogy Lisztnek egész életében nem nőtt volna annyi haja, amennyit ugye így meg lehetett venni. Az első sorokban a hölgyek elájultak, először még beépített hölgyek, később már teljesen spontán elájultak a hölgyek, hogy amikor meglátták Lisztet, és hát ugye megvolt az az imázs, amivel ő bejön. Szerintem most akkor kérjük meg Alexet, hogy mutassa be, hogy hát hogy jött be Liszt, hogyan állt meg, hogy várta meg, amíg ugye még pisszenés sincsen a terembe, és hogy hogyan ájultak el a hölgyek. Azt most nem ő mutatja be, hanem azt majd önkénteseket kérünk. És hát egyáltalán az a frak, amiben ugye játszanak, az is ugye Liszttől származik, az a vas páncéltőkés zongora, ugye, hogy ne rodjon össze Lisztnek a dinamikus játszásától. Tehát ezek mind onnan vannak, úgyhogy hát Alex, itt a feladat, most váltasz. Liszt élt a lehetőséggel, hogy a közönségre hát intenzíven kiszúrjon egy szempárt, és akkor belenézzen, és tehát ahogy kijött, és ugye rögtön mint a táncosoknak a mozdulata. Jó néhány karikatúra, itt az intézeten belül is van egyébként, ajánlom figyelmükben, azokkal a mozdulatokkal, ahogy Liszt annak idején, már a bevonulása az egy külön ugye, hát esemény volt, de amikor meghajolt nagyon-nagyon, és ő soha nem hajtotta le a fejét, mindig így nézett, hogy amikor leült a hangszerhez, akkor két koncertkezdési szokása volt, vagy az, hogy leült, és nagyon, nagyon akkurátosan neki készült, és megvárta, míg tényleg olyan csend lesz, hogy elkezdheti a művet. Hát, és így nem lehet elkezdeni, tehát ő ezt megvárta, amíg egy pisszenés nincsen, ezt most nem várom meg, de és akkor ugye volt a másik, ami még nagyobb hát hatással volt, hogy ugye meghajolt, és mosolyog, és akkor leült, és már kezdett. Már belecsapott a húrokba. Ez volt nagy hatása. Tehát itt akkor tényleg azért a közönség, ugye a polgári közönség azért nem volt ehhez hozzászokva. Hát a muzsikusnak viselkednie kellett, volt egyfajta felvezetés, a koncerten nem kezdődött mindjárt nagy csinadatával, de szépen föl voltak építve ezek a programok, de Liszt ezt az egészet felborította. Ugye voltak jellegzetes mozdulatai és arckifejezései, de mindegyiket valamilyen hát érzelemhez vagy zenéhez párosította, tehát úgy nem kezdődött el a koncert, hogy ő csücserít, és még nem is játszik, tehát az nem, de az, hát amikor ugye bejön, és azonnal elkezd játszani.
Azt hiszem, akkor most kaptunk egy kis ízelítőt, hogy miért volt a nagy sztár liszt annak idején, hogy amikor így leül a zongoráz és ilyeneket játszott, bár a csücsörítést kihagyta. Ja, meg kellett volna, igen, pont itt van. Tovább, igaz?